Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és újra itt a The Beast Inside, hiszen para péntek van. Hát mi mással folytathatnánk, mint ami a múlt héten volt. Már nem emlékszem, hogy mi történt. Azt tudom, hogy a legvég ott hagytuk abba. Jól emlékszem, hogy bementünk egy leégett házba, ha jól tudom. És már csak igazából az alapja volt meg nagyjából, és majdnem ránk csapódott egy széf. És a széf beszakított valamit, és oda leestünk, és hát onnan folytatjuk tovább, úgyhogy zseniális. Igen. Na, viszont, sorry a fejemért, munka után vagyok, úgyhogy már eléggé fáradt vagyok, de ahhoz viszont nem, hogy nektek részt vegyek fel. Amit majd holnap láttok, ami péntek, de az nekem az ma csütörtök. Szóval mindegy, értitek. Úgyhogy vegyük is fel a fülest, és kezdjük is el a csodás játékot méghozzá. Ezt itt, úgyhogy nyom! Kinyelebbe helyezzük magunkat először is. Ops, neki mentünk a gépnek, ezt már megszoktuk. Úgy. Legalábbis a gép szegényke már megszokta, hogy a... Hát néha így neki csapódom, de hát ez... Na! Ugye? Rendben rakjuk a hajamat, hogy ne cirógassa a... semmi halántékomat, semmi jóságot. Mert az attól infarktust tudok kapni. Viszont, akkor így menjünk is tovább. Remélem, hogy jól hallható vagyok, illetve a hang is a játéknak tökéletes. Hát, az biztos, hogy nagyon hangos a játék a fejemen. Hát ez van. Úgyhogy, wow, itt aztán így bele az arcomba itt így minden. Jó. Oké. Igazából szerintem még nem láttátok, vagy nem tudom, hogy volt-e már olyan rész a csatornán, ahol itt oldalt, itt megy ez a kis sávkörbe, hogy jobban kivegye a csodás fejemet, hogy lássátok, hogy mi van. Igazából ezt most raktam rá, nem olyan régen, nem tudom, mennyire zavaró, vagy sem, vagy mennyire ez így veszi el a figyelmeteket arról, hogy maga a játékról. Úgyhogy remélem annyira nem igazából. Csak annyi, hogy hello, én is itt vagyok, lehet kukkolni közbe. Természetesen. No, hát valóban itt van, ez a szép beszakította ezt a cuccot. És vele együtt ugye egy csapódtunk le. Gondolom volt egy pince helység. Mit is ne lett volna pince helység. Olyan nyilvánvaló. Hát igen. Hát igen. Természetesen. Ugye szét kell szépen nézni, hogy mi az, ami nem éget le. Oho. Jaj, hát ez se jó jel. Na hát no problem. Betesszük az inventoringba, természetesen. Már a zene eléggé bajós, úgyhogy tiszta jó. Csodálatos. Sose volt ilyen remek, mint most. Egyértelmű, hogy csak egyfelé tudunk menni, és az pedig, hát, nem a kedvenc helyem lesz. Ha esetleg valaki meglátta volna, igen, cyberpunkos pólón van.
Extreme limitált. Amúgy nem. De nem sok volt belőle, hála Istennek az én méretembe, úgyhogy... Ó, jó, hogy itt ilyen átlet járka. Ja, hogy ez, az jó, az hasznos, az, hogy menekülni kell. Jó, jó, jó. Mindent fel kell itt fedezni. Amúgy igazából itt nem lehet volna, vagy itt mondjuk C, mint gubanás, és akkor itt át menni. Hát, ezek szerint nem, csak olyan, de aha. Igazából de. Fasza. Na hagyjad már, ez itt valaki, itt valaki itt. Természetesen igen. Ennyi. It looks like someone noted the combination to the lock here. Which numbers do I need? Remember the answer is present. Én azt látom. Ó, basztki. Oké, akkor... Ki kell találni majd a kódot ezekből, hogy vajon melyik lesz az... Az a négy, ami nyitja majd azt a zárat, hát... Numbers from the notebook. Which ones stand out? Aha. Több sor, ami 12-re végződik, illetve 46 és 89-re. Tehát ezek váltakoznak. Direkt így van leírva. Jó. Ja. Szóval ez az oldal a középső, azaz a második számot középső, második számot rejti. A következő oldal a legelső számot rejti. Csodálatos, köszönöm szépen. Itt viszont már 2, 5, 8, 1, 4-re végződik. Viszont itt nem mindegyik. 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 6. A 9-es hiányzik. 1, 2, 2, 6, 9, 2, 6, 9, 2, 6, 9, 2, 6, 9, 2. Több nem fért ki. Akkor abban a sorban lehet. Majd meglátjuk amúgy. Talán a 9-es sor. Utolsó. 2, 5, 9, 2, 5, 9, 2, 5, 9, 2, 5, 9, 2 ennél is. 2, 4, 6, 8, 0, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8. Hát... Ja, várjál már, haló! Rá kéne jön... How do I open it? Maybe I can find something in this room. Jó van. Azt akkor most... Anyát keservit... Há, honnan találjam én azt ki, te? Ó, halló. Hát ezt én honnan vágjam? Na, várjatok. Hí. Hő azt mondja, hogy... Igen, hogy mi hiányzik? Hát... Az agyam hiányzik erről. Az a baj. Hát ebből a szövegből... Nem igazán jöttem rá. Basszus.
Jó van. El kell kezdenem logikázni agyban. Tészta sodálatos ez a játék. Tészta sodálat. Szerintem itt lennék vagy 500 évig, szóval most készüljetek föl. Én felkészültem. Those numbers in the journal don't seem to be random. Maybe I should look for what could be missing. I'll Mondja, take another look. teljesen randomok azok a számok. Azt mondja, remember, ugye emlékezz, hogy emlékezz, emlékszem, hogy a válasz. Emlékezz, a válasz, is not present, prezentálni valamit jelen, igen, válasz nincs jelen. Aha. Aha. 0, 1, 2, 3, 4, 5-öt azt kifedették, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5-ös nincs. Sehol sincs 5-ös. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-est kifedették, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nincsen, 8, 9, 0. A legelső szám a 7-es. Gondolom. Vagy válasz nincs jelen. Tehát az... Emlékezz, a válasz nincs jelen. Akkor... Akkor az azt jelenti, hogy azt a számot keressük, és az lesz a helyes kód, ami nincs rajta ráírva. Mert nincs jelen, tehát... Oké, akkor az első szám, ami nyitja, az a 7-es. A második szám az 5-ös. 7, 5. 1-es, mert nullával kezdődik, és az 1-es ki van kezdve. Tehát a 2-vel folytatok. 7, 5, 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-os. Nincs rajta 6-os. Akkor mi volt? Várjunk. 7, 5, 1, 6. Jaj, nem ezt akartam. 7, 5, 1, 6. I should focus on those 7, numbers. According to that note, a part of them is missing. Maybe that was 5, the answer. 1, There, finally. Ja, Istenem, nem akarom. The judge tried to strangle me. Jaj, megint visszamegyünk az emlékbe. Succeeded if it Nem wasn't. akarom. Ó, hek. Ó, jaj, jaj, jaj. Hú, jó lesz. Már most érzem, hogy fájni fog mindenem. Jó. Oké. Oké. Hello. Christ, I can't do it on my own. There's so much blood. Dear God, is this one of the guests? I don't know. Go get someone. He'll bleed to death. Press on the wound. I'll get help. The janitor is upstairs, room 207. Where are you? Who is this? Easy. Don't try to get up. Good Lord. No one Mi will ever talk me történik? into a mountain trip again. There he is. Looks like that missing fellow. The detective showed guests his daguerreotype. Detective? You mean that nosy fop Walter Gilman?
Holy Mother of God! I have to telegraph the sheriff. No, this man needs a doctor. I've seen wounds like this. It's only a matter of minutes. I'm sorry, son. These voices... There are so many of them. Wait, wait. I think I've heard this conversation before. Those people, they said that a certain detective, Walter Gilman, okay. Judge, if he was interested in missing people from the area, he might know something about my father's disappearance. Miért? Megint. Maybe at the reception desk I can find out his room number. Miért megint egy ház? Mindig egy ház. Édes Istenem, nem akarom. It's him. Judge John Norton, father's former associate. Is that possible? I've just witnessed a crime from a decade ago. I'm getting lost. Memories and illusions all bleeding into one. Jó van. Recepció. Hogy az volt az, aha. Meg kell találni a kulcsot. Csodálatos. Akartam is kérni, hogy csak levelek vannak. Itt az elnök. Ho-ho-ho! Ezt a képet nagyon szeretem. Mindig infarktusok kapok tőle, de amúgy jó. Halljátok ezeket a hangokat? A szívem. Valakinek nem tetszett. Gyanítom, hogy arra kell menni. De! Még mielőtt. Ugye arra mennénk. Nézzük más széjjel, mert... Most nem halusztam be, ezt hallottátok? Esküszöm, nem halusztam be. Itt lesz valami nagyon nagy challenge már megint. Innen érzem. Vannak itt. Érdekes. Ó! Mindegy. Micsoda! Aha, tök jó az a kép. Micsoda, itt van egy ilyen kihúzó. Nosza, eldobtam. Oké. Okay. Hát persze, hogy tök üres. Akartam is kérni, hogy... Oké, okay, most itt vagyunk. Ön itt áll. Mehetünk a... Jó, sok szobája van. Te jó úristen! Mint egy recepció. A recepció, akire bejutnunk. Tök jó. Ahhoz is kulcs kell. Mihez nem? El van tollaszolva.
Nem áll belet lockpickezni. Ó, akarjuk mi ezt? Hello? Csakkolom. Csak jöttem. Infarktust kapni. Jól elkúrtam. Nem piszkálni engem. Most hova basz? Most mi történt? Hova? Most eltűnt, hova? Most mi? Most az egy nyom volt, nem már, hogy elcsesztem valahova. Ne, kérem, ne! Ja, itt van. Oké, köszönöm. Szóval... De ez pattan! Eskü! Nincs itt semmi. Lennie kell rajta valaminek. Amúgy. De... Ugye forgatni kell a megfelelő szögbe. De hát nincs rajta semmi. De én ezt most nem értem. Még kell 600-szor körbeforgatni azért, mert van rajta valami nyom, az közben nincs is. Na jó van. Jön valamilyen vadállat, azt neki kúrom. Vigyázz, kockám van! És nem félek használni. Hű! Lerakjuk. Hát nyilvánvaló. Oké. Okay. Csókolom? Akkor nem. Oké. Okay. Nem. Ott volt valaki, Ott. Erre jön. Vagy most mi a baj? Mi történik? Valaki mondja már meg. Halló? Csókolom. Félek. Ilyenkor mi történik, hogy félek? 109-es szoba. Ne menjünk a recepcióra. Csókolom. Basszus. Ja, nem így kell. Tudti, arra megyek? Nem arra megyek. What the fuck? Mi van? Valaki nagyon... Valaki
ott liheg. Nagyon pervers. Ki lehetne nyitni az ablakot? Nem áll. Komoly. Hello. Mit történt? A szívem. Nagyon rá vagyok. Munka után nem jó ez. Ott olyan nyugodt voltam. Mint egy harmat. Mint egy erdei patak. Egy csermely. Erre hazajövök, azt infarktus! Infarktus! Jó. Csak meghalunk. Ja. Oké. Okay. Itt esnek a dolgok. Ez egy ajtó lefelé. Nagyon szimpatikus. Egy kis bor is van. Ó, nagyon. Az mélyérek. Várjál, már nem bor. Ó, te. Azt írja. Mélyérek rá van ér a poison. Én megittam volna. Na hát jó van. Még megkodiszálkos állat vagyok. Jó van, hát... Na! Ez ilyen családi szokás. Szóval... Itt máska nincsen. Konzerv. Cuccok, egy kis pia, ott mindjárt felvesszük. Itt, oho. Ah, nézd ma. Max született. Hallod? Az már sötét. Oké. Nézd ma. Mária. Hogy vagy? Mária. Ups, bocsáss meg. Nem direkt volt. Anya, míg behúztam. Na. Jó, hát úgy látom, hogy nincs itt semmi. Mindent kiraboltunk. Jó, helyes. Állj, mi volt az? Oké, semmi. Hát igen, ezt... Luka 817. Oké. LQ. És most félek kimenni. Szóval tudom, hogy itt kinyitni. Hát, hogy látszik, nem. Jó, ha nem, hát nem. Csokkolom. Csokkolom. Ó, ami be fog ugrani az arcomba, éme. Most érzem, hallod? Ha sikítok, vétek lejjebb a hangerőt. Most szólok! Mert baj lesz. Csókolom, Mária. Hol a Mária szobrom? Várjál már. Valamilyen azt neki baszom. Máriát. Hát, ha megvéd. Azt elgondolkozik, vagy kétszer, hogy... Legközelebb is neki dobok egy Mária szobrot, azt... Ó... Azt mindig nem látok meg a kulcsot, vágod? Fel kéne menni az emeletre. Ó, abban mindig csak a baj van. Ezt alulkutassunk át mindent. Mária, maradjál ott. Ó, ne, várj, állj. Bocs, Mari. Ne! Mari! Mária. Má. Ott is egy Mária szobor. Baszd meg. Hát itt járkál valami. Állod. Na, Parennyi, barátkozz-e. Na, vedd már fő. Oké. Hát én nem lett kéne az ablakon? Nem, persze, hogy nem, miért is. Nem tudom kibaszni Mária szoborral se. Mária. Na gyere, Mária. Most téged viszlek. Te nagyobb vagy. Szimpatikusabbnak tűnsz.
Ó, az megint felment az emeletre, megint baj lesz belőle. Ó, várjál, Mária, gyere vissza. Tegyük. Ó, Mária, gyere velem. Mari. Ó, hallod, mi lesz itt? Mári! Mária, Cuzán, maradj ott. Egy kicsit létszi, mert... Hát, ez valami... Ő várja. Nem láttad Jézust a haverodat? Kéne tud egy kis segítség, mert... A szívem nem bírja sokáig ezt a gyűrődést, baszki. Ó! Kibaszott gyűjtögető vagyok. Jaj, hát... Ó, nem kellett volna átmenni, nézd meg! Most bal szerencsém lesz, na átmentem a izé alatt. Jó van, okos vagyok én is. Jó van, most már. Mária! Elbasztuk. Gyere. Gyere velem. Gyere, barátom. Mi van veled, mesélj? Jó vagy? Jó vagyok, és te? Én is. Ezt mit csinálsz ebbe a házba? Semmi különösen. Jöttem tapétázni, látom már, kezd lerohadni a falról. Már kibújkál a izé is. Cementezzük be. Jó, cementezzük. A falat, falat, azt is becementezzük. Hát azt nem azt szoktak. Nem baj, én azt mondom, hogy becementezzük a falat. Jó, akkor becementezzük azt is. Na, Mária, menj már előre. Ne így, Mária. Mari. Marika. Gyere, figyelj már. Te figyelj. Jó, van itt már biztonságos terep. Ez a kép ettől ki vagyok ettől a képtől? Nem kapott enni egy hónapja, azt így néz ki. Na. Hát itt vagyunk az emeleten, de nem így akartunk ide jönni. Mária. Mari. Mari, csinálj valamit. Ezektől a hangoktól ideg állapotba jövök. Nézd már ki, jön valaki. Nézd, nézd, nézd. Jön arra valaki már? Mari, ott van ott valaki ott a sarokban. Nézd már ki. Nincs itt senki, gyere nyugodtan. Oké. Mari. De hazudsz nekem, Mari. Nem hazudtam. Jó van, helyes. Mari. Mamma mia. Szerintem ezek, akik ezek azért csináltak ebből a csomó festményből egy csomó egyformát, azt megrendelték, hogy kérek belőle 100-at, ebből 20-at. Hallottátok? Valaki lépkedett. Én hallottam, basszus. Fú, be vagyok szarva. Jó van. God, who is this? What is he doing here? Hol? Hol? Ha nem látok senkit, ne szopass már! Mari, ne jó van akkor. Gyere, menj. Fú, kezd elhalkulni a zene, itt mindig baj van akkor. Vagy ilyen, nem a zene, hanem a háttér, még minden. Mindjárt be fogok csinálni. Valamit becsinálok. Valamit! Valamin becsinál. Marika, maradj ott egy kicsit. Na. 207. Azt hol van a kulcs? Le kéne menni a reseprióra. Mari. Gyere már ide. Nem tudom, mit fekszel mindig a földön. Folyton csak hennyelsz. Azt nem bírsz magaddal. Hú, baszki, Mari. Hallod? Ezt te me... Nézd már! 207-es. Te ezt megáldottad, Mari? Úgy fénylik, mint Salamon töke.
Maybe I could use it to cut through the chain. Mi van? Mi van, Mari? Mari, menj már be! Kérdezz már meg, mi újság! Mari, menj már oda! Azt kérdezd meg, mi van? Jó, várjál, menjünk együtt, kérdezzük meg együtt, gyere! Hello? Mezó? Ó, te! Hallod, Mari, nem bírom ezt a stresszt. Az most a valójában itt csukott be nálunk az ajtó. Mi? Mi? Hova tűnt Mari? Jó van, megvan. Ez legalább ő meg. Valaki rábaszta az ajtót. Jó, nem baj. Jó lesz. Most akkor ez most jó nekünk, hogy el van tolva szóval, vagy szopos szivat. Ja, jó van. Hát persze. Akartam is kérni, zállj már be egy ilyen szóval. Álljál már, Mari. Ezt ki kell nyitni, mert... Kezdhetne a cuccost. Várjál, Mari itt is van. Maria. Gyere velem. Már nem bírom a stresszlem, látod? Ah, jó van. Menj már le. Basszam meg, úristen, mi vagy te? Ó, az volt a halott menyasszony. Ó, igen, igen. What was that? Where did it try to drag me? To hell, maybe? Christ. Jól látja, ez a pokol, azt kérdezi, hát van. Nem, de hogy is. Miből gondol apukám, amikor lehúz egy halott nő egy lukon? Végül is ez tök normális, nem? Nem? Hogy parancsolsz? Egy meki lesz? Ugye? Sajtbuci? Menübe kéred, vagy? Nem értettem, mondnám meg, mert nem tudom milyen nyelven volt, de... Jó, hallottam? Dupla sajtos, köszönöm. Értem. Ne haragudjon. Ez a nyelv még nekem nehezem. Reesik, de... Eskü majd tanulom jobban. Há! Suttogások meg ilyen. Hú vagy, Mari? Baszki, elhagytam Marit. Mari. Baszd meg, Mari meg fölmaradt az emeleten. Most nem mondod. Most nem mondod, hogy Marit fönt hagytuk. Az egyetlen védőszentet... Na, akkor egy kereszt lesz. Akkor. Most itt a izék ellen. A vampírok ellen. Elmondom neki, hogy... Vampírus! Itt úgy sem jöhetsz át. Meg ilyenek. Az, mert Marit meg fönt hagytuk. Jól van. Nem baj, hát ha a keresség. Ott egy másik Mari. Jó van. Nagyon helyes. Fű, bazd meg. Ó, bazd meg. Ó, te. Nem. Hát most ezt nem erre akartam, de most... Most ezt most megszoptam, mi? Hol a keresztem? Hol a keresztem? Hallod, mi a keresztem, és is elhagytam. A Maria, hallod? Adj már egy bibliát! Most ezt most miért... Ne, most... Ja, várjál, mehe. Ja! Értem. Na várját, Mariával fel akarok menni. Maria, gyere már velem. Mari, menj már. Mari! Gyere már, ne csináld. Tessék. Van egy Marink. Nem fogok meg... Jó van, jó helyen van.
Látom, már készül a spagettihez a hús. Látom, már kellően fel van szelet halva. Megdarálták, helyes. És azt szoktam csinálni. Nagyon helyes, egy kis ezej. Nem kell nekünk ilyent. Azt megint lehúz a halott mennyasszony. Azt nézhetsz, mint hal a szatyorba, hogy... Ó, nem merem fővenni. Hát ez nagyon véres. Össze-vissza, nem bírsz vele. Hű, basz meg. Most be tudunk menni abba a szobába, ahova akartunk. Vajon? Mert... nem, abban mindenképpen, abba mindenképpen kulcs... kulcs kellett, elméletben. Mari. Gyere már, Mari! Beszéljünk már egy kicsit, érted, nyugodt. Ó, van itt egy mennyét is. Most a Mari mentsen meg, vagy a mennyét? Ja. Jaj, csukjad vissza! Várjál már, a mennyét is. Annyi gyufánk van, baszki. Az egész házat, az egész fogadót felgyújtanám a picsába. Na, gyere te mennyit. Baszki. Várjál. Mennyit. Mennyi menyú. Menyus. Szevasz, menyós. Menyós. Arra kell menni. Menyus, menjünk. Gyere. Oké. Az én bevem, bevem, menyós. Nem kiabálsz, este van, nem látod? Ne kiáltozzá, ne kiáltozzá. Menyus, üljél le. Kiáltozik itt, baszd meg. Nem lehet kimenni, mert nem bírják a szellőt, biztos. Valami problémájuk biztos a levegővel. Na, gyere menyusom. Mi történik? Édni. Csukjad be a rezidencia ajtót. Na. Menyus, ülj. Ha, igen, egy kis terápia. A nyugodt szív, a lélek. Hát mi a... Azt hiszi, ő a pókember. Nézd meg, nem bír magával. Nem bír. Nem bírja a stresszt. Én a stresszt bírom. Ennyire nem. Hát falra mászott az idegtől. Hát nézd meg! Édes Mária, hát mi ez itt? Koszos a talpa, azt összejárta nekem itt a rózsaablakot. Hát, jó van akkor. Ó, ez nagyon hosszú történet. Mr. Hyde. Csak nem az a Mr. Hyde. Na mindegy. A feleségem. Oké, ez már nem is érdekel. De azért olvassátok el, bár biztos álljátok meg itt a videót, és olvassátok el, téged érdekel, ez nagyon-nagyon hosszú, de... De a lényeg az, hogy... Megint Rinya. Innen látom, hogy Rinya a Rinya. Ezt kérünk, azt kérünk. Csituljál el. Csituljál el. Mert megint össze fogják itt járni a... Hallod, ez itt már szobor a kis Jézussal? Nem bírja magával? Ó, hát... Miért nem gyújtjuk fel konkrétan az egészet? Ó, ugye hogy van. Én felgyújtanám az egészet.
Ha megint nem lehet kimenni, most mondd meg. Menyus. Ó, mennyi izé, Mária, meg minden. Ó, hát ezek itt nagyon szeretették Marit, mert hát akkor én kidobálom itt a leveleket. Rajtam nem újjék, majd én szortírozok, ha ők nem bírtak. Az még egy jó kis cigise volt benne, hallott semmi. Egy jó kis szivar, se semmit nem raktok bele. Konkrétan semmit. 50 olyan van. Hát igen, igen, hát így gyűjtögetem, hogy... Hogy azért, na... Nya. Miért legalább az eső leviszi a lábpiszkot. Na gyere, menyus. Amúgy nem is értem, most minek kellett ide bejönni? Mi valakit lássuk, hogy izé? Menj most, maradj egy kicsit ott. Nem jó, maradj, a másikat nyitjuk ki. Kinézünk, mert nem bízok ebben a... Járkál valami odakint? Hát ez annyira csodálatos. Baszki. Tudjátok, mi lesz? Valami rám fog robbanni. De valami úgy, hogy itt sétálok így gyengéden, és valami be fog menni az arcomba. Én innen látom. Jövök! Az valami berobban. Valami biztos. Nem, ma itt van menyus. Menyus megoldja a dolgokat. Legalábbis hát, ha megoldja menyus a dolgokat. Oh. Oké. Okay. Na. Akkor... Ott az itt a gállapotos ember. Jöjj ide is! De itt az a csávó, most oda menjünk be, ahol... Jó, most... Jó van, Nesze. Halló! Hol vagy? Menyus! Gyere ide. Tegyük le ide menyust az ágyra. Na! Menyus! Biztonságban van. Menyus! Mondjál nekem valamit. Menyus! Menyus! Én vagyok. Menyus. Semmi. Miért is lenne? Hú, hát valaki itt nagyon berugott az éjszaka, az kellett a vödör. Jó van, hát láttam itt aztán. Itt nem fecsérelték, itt parti volt, itt azt mondták, hogy... Hogy hello. Itt. Gyere, menyus. Itt parti van. Oké, szóval ez volt a gondok szobája. Nem szar, nem szar. Ó, itt van Mária is. Jó van, akkor gyere. Az jó sok minden. No. Poor soul. He spent most of his life here and after death he's still the inn's janitor. But now for eternity. And the guests, from what I can see, are sure to cause trouble. Menyus. Figyelj már. Ellenőrizzed a csávót, addig én szétnézek. Na jó, osszuk meg ilyen csapatmunkába. Oké. Hát eddig semmi jót nem találtam, menyusom. Hallod? Nagyon. Hát ez végkéből is megpusztult. Jó van akkor. Jó van. Se bírta a stressz, jó van.
Hát már az én szívem se bírja a stresszt, azt... Ezt kell csinálni. Jó van akkor. Ah! Oh, kulcs 106-os. Ezt kerestük, 106-os. Hát mi ez meg nem bír magával? Aj, szellemek. Már megint, hát ki hitte volna, ugye? Baszd meg. Jó, hogy nem gyulladt itt ki minden. Jó van akkor. Azt most ilyenkor. Micsoda? Ki lehet menni friss levegőt szívni? Na várjál már, adj egy cigit. Engedj ki. Ideges vagyok. Nem lehet bemenni. Hogy micsoda? Ha leesek, meghalok. Már remélem láttam, mindenki ezt akarja. Hum vagy mennyus, téged nem hagylak itt. Ezeknek. Na. Mennyus, maradjál ott. Kicsit. Le ne essél, mennyus. Menyukám. Hát persze más. Az jó, hogy rakták a cuccokat azért. Hova rakjuk főnök? Nem tudom, te dova nem látszik. Jó. Szóval hol nem látszik? Hát a basszuk-e tetőre. Jó, király. Na várj, menj most, melyik bajok vannak. Jó van, menj most. Várj. Bejöttünk. Azt akkor... Várj, menj most, me. Kulcs kéne, menj most, nem jó. Nézd már, papír. De akkor csukódj... Maradjál ott. Úgy. Becsukjuk, már bejön a levegő. Na. Oké. Na. Itt most nem is tudunk másfele menni, csak egyenesen. Szóval... Itt úgy látom, bajok vannak. Ó! Oh. Ajjá, leraklak. Menyukám. Ó. Nagyon jó. Helyes. Ó, nem tudunk hazamenni. Nem baj. Azt mondja, hogy ez egy szellem, hogy elment az eszem. Hát, az egy is. Szívem. Jó van. Most akkor merre? Menyus. Baszki. Hát arra nem. Most bezzek kinyílik. Jó van, akkor menyus, gyere. Mi van itt? Itt menti a játék magát, látjátok itt jobb oldalt. Jó van. Mi? Don't. Vagy nem? Do not open. Na nyisd ki. Az jó. Oké. Az a B szárny. A kombináció, amit ugye értem. Hát lezárták. De... Mielőtt még kinyitnánk. Szerintem ezt senki nem vette észre. Mekkora jók ezek az ablakok, hagyjuk már.
Ó, nagyon. Amúgy ez egy tök jó szálloda volt. Annó. Gyere, menyus. Majd mindjárt visszajövünk. Vagy menyus, őrizd az ajtót. Mondom, ajtó. Menyus, ne tedd ezt. Hogy? Maradj itt, mindjárt jövök. Figyellek ám. Nagyon jó. 106-os. Az ez. Na. Menyus! Nem bírsz magaddal, hamarabb jöttél le, mint én? Na jó van. Miért kellett ide lejönni? Franc se tudja. Oké. Nézd már mennyi menyus van! Mennyi haverja van ennek? Jó van, ezek azok a haverok, jó van. Menyus és a haverok. Hajajajajaj. Pollen. Miféle pollen? Nem tudom. Semmiképp se korona. Szóval. Oho! Pszichiáter! Herbert West. Oké. Okay. Húha! Oké. Okay. Ó, ez... Nem lehet kinyitni. Az ablakot se. Akkor miért kellett ide bejönnünk? Mi az, ami miatt nekünk itt be kellett jönnünk? Biblia, hát ez... A szívem egyik partja leszakadt. Nem tudom, hogy a másik megvan-e. Édes Mária Szent József, nézd már, rám szakadt az ideg. Hú, hello, Dick! Nem bírsz magaddal, nem bírja a stresszt! Kint hagytam, menyus, nem baj, itt vannak a haverok. Jó van, értem. Azért kell bejönni, hogy... Azért. Hű... Szerintetek, hogyha itt most, ugye most meg van az egy óra durván majdnem. Game playbe. Visszamegyünk menyushoz. Megnézzük, hogy tartotta az ajtót. Nagyon helyes. Hát de felírták vélel, nyissuk ki, erre most kinyitjuk. Jó van. Menyus. Mik ezek a hangok? Ó, menyus. Most belemásztunk a csőbe, mi? Menyus, nem kellett volna. Mondta, szólhattál volna, hogy ezt te csináld? Erőszakosan. Menj,
Most egy kicsit. Várj egy picit. Persze ezt nem lehet felszedni. Menyus. Menyus, hatalma. Kurva nagy baj van, menyus. És hogyha vágytok itt egy kilépik a játékból, akkor ilyenkor mi van? Menyus, megint nem bírsz magaddal. Megnézzük, hogy ez a checkpoint, ahova elmentette igazából a játékot. Már csak azért, mert hogyha ugye most ugye megvan durva az egy óra nektek, amit ugye szoktam tartani azért, természetesen, hogy ha itt most kilépek, akkor mi az, hogy mennem kell még egy checkpointot ahhoz, hogy akkor hogy legyen valami, vagy hol tudom folytatni, ahol még megfelelő igazából ez a dolog. De remélem ott a lent a szobába mentette el ott a... Nem, de innen se vészes. Jó, hát tudjuk, hogy ott lent meg fognak akkor ijeszgetni ki, hogyha a következő héten, pénteken ezt már el fogom feltenni, vagy amikor megcsinálom ezt a videót, mert most már este munka után vagyok, biztos, hogy nem. Úgyhogy, hát... Hú, jó van gyermekeim az Úrban. Na de várj, hol a menyus? Elvesztettük menyust! Majd lentről hozni kell egy menyust. Jó van. Akkor igazából innen fogom folytatni nektek a következő hét péntekét. Igazából remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ez a része. Szerintem egyre jobban, durvábban kezdünk. Nem azt mondom, hogy a sztoriban már teljesen benne vagyunk. Viszont eléggé már nagyon benne vagyunk. Nagyon-nagyon benne vagyunk a sztoriban. Nem mondanám, hogy a közepét szerintem már talán elhagytuk. Közepe vége felé vagyunk. Hát a közepét egy picivel léptük túl szerintem. Úgyhogy már kezdünk haladni a vége felé. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartotok, ha mondjuk tetszett ez a rész, vagy bármi, akkor lent a komment szekcióban nyugodtan éljétek ki sötét és alattomos gondolataitokat. Szerintem ti is szedzetek be egy Máriát, vagy egy kötelező menyust, mert az biztos segíteni fog nektek is. Persze a szívinfarktus mindig garantált ennél a játéknál is, mert miért is ne. Mit is mondhatnék? Igazából nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted ezt a részt. Ha tetszett, és még nem vagy esetleg feliratkozva a csatornára, akkor ne felejts el feliratkozni, illetve megnyomni mindenféleképpen a kis csengő ikont, hiszen hiába iratkozol fel, az esetek nagy részében, sőt nem nagy részében állandóan, és mindig ez van, hogy akik fel vannak iratkozva, elég nagy százalékban nincsen megnyomva a csengő ikon, és a csengő ikon nélkül nem küld értesítést a YouTube, hogy bármit is feltett az adott YouTuber, vagy éppen a bármilyen kedvenc videó blogger, vloggered, úgyhogy ezt szerintem másik csatornákon is természetesen ne felejtsétek el, mint akár itt. Úgyhogy találkozunk következő héten. Felkészítem addig magam. Legalábbis remélem. Sziasztok!